Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 15-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ ez a felső kártya. Ezen a kártyán látjuk az egész világot. Az jelenthet egy utazást, egy utazás tervezését, vagy azt is, hogy ő interneten keresztül kapcsolatokat keres az egész világon. Viszont amire én gondolok, az lehet ez a koronavírus is, és az, hogy mit változott meg ezáltal az egész világon, az is lehet egy téma, ami őt foglalkoztat. Azon kívül az idő, mert ezek a szimbólumok a négy elemet mutatják. A tűz elemét, a föld elemét, a levegő elemét és a víz elemét. Ez nem csak az elemeket szimbolizálja, hanem a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, és ez a négy évszak egy évet mutat. Tehát ő gondolkozik, tervez valamit, amit egy éven belül szeretne elérni. Az is lehet, hogy ezek a tervek őt külföldre vezetik. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja ez a varázsló, varázslatos hatással, minden rendben van körülötte. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, vagy mit közöl veletek, ez mutatja itt a vidámságot, az lehet egy meghívás is. De kellemesek az események. A napi kártyát a nap mutatja az energiánkat, de azt is, hogy odafigyeljünk valamire, és ami még fontos, a nap kártyánál az igazság kiderül. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez a személyes jóslás egy videó felvétel név nélkül. A díjam 3500 forint. Vagy hívhattok telefonon is. A számom 06 90 0 9 0 0 9 0 9. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!